Szia! Hú, de csini vagy. Nagyon szépen köszönöm. Ide öröm bejönni hozzátok. Mindig megdicsértek engem. Hát, mert csinos vagy, nagyon fogytál. Igen, most eddig 12 kilót képzeld el. Aztán minden. Igen, de még szeretnék. Még szeretnék még többet, úgyhogy... Hű, mi akarok? Köszönöm szépen, olyan aranyos vagy. Én nagyon eklektikus időbeosztással élek, ezt mindenki tudja a színészekről, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy milyen ritmusban zajlódnak a próbák, van, hogy egyszerre összeszalad 4-5 darab próbája is, plusz az előadások, koncertek, szinkron, stb. És hát emellett nekem sokszor okozott fejtörést, hogy azok a bizonyos étrendváltások, amik köré csoportosulnak fogyókúrák, hogy sokszor belekezdtem ilyesmiben, nem működött. Nem volt időm odaállni a konyhába és magamnak előre elkészíteni azokat az ételeket, amik jók lettek volna. Kerestem valami olyasmit, ami egy kicsit alkalmazkodik ehhez a bolondos szakmához, ehhez a kiszámíthatatlan életformához. Nem lehetne valami olyasmit segítségül hívni, ahol egyszerűen elkezd csökkenni a súly, de nem kell mindent felborítanom az étkezésemmel kapcsolatban, és a teljes életformámat átváltoztatni. És akkor használtam fel ezt az úgynevezett testsúlycsökkentő mátrixot. Az azért nagyon szimpatikus nekem, mert gyógynövényekből áll, és van egy csodálatos gyógynövény, ez az úgynevezett cukorgyilkos, amitől az ember egyszerűen nem kívánja ezeket az édességeket. Aztán van egy csodálatos másik gyógynövény, egy máj funkcióvédő, ez azért rettenetesen fontos, mert megakadályozza azt, hogy lerakódjanak olyan méreganyagok, bejussanak a szervezetbe olyan méreganyagok, amiktől aztán nem tud kitisztulni a szervezet, és nem indul meg a testsúlycsökkenés. Ez a bizonyos májvédő, ez nagyon nagy segítségére van a szervezetnek abban, hogy csak annyit hasznosítson fel a szervezet, amennyire feltétlen szüksége van, és nem engedi leülepedni aztán a méreganyagokat. És aztán itt van ez az egzotikus gyümölcs, egy különleges szilva faj, ami pedig az emésztést segíti. Ezt népnyelven bélseprűnek is szokták hívni. Magyarul kisöpri onnan azokat a káros anyagokat, beindítja az emésztést, egyensúlyba tartja, amik nélkül el sem tudna egy jó fogyás indulni. Én úgy érzem, hogy ezek a dolgok segítettek nekem abban, hogy én azt érzem, hogy mint amikor új életet kezd az ember, újra formába lendülsz, dicsérnek az emberek, megállítanak, azt mondják, Katuska, mint fiatal lánykorodban, hogy csináltad, fantasztikus. Tizenkét kilótól szabadultam meg, ez még nem a végállomás. Szeretnék még fogyni, ilyen könnyedén és elegánsan és kilódás nélkül, mint ahogy eddig tettem. Jó két méretet még szeretnék elérni, nem eszelős módon, csak ami még elegáns, kornak megfelelő, hogy érezzük jól magunkat a bőrünkben, és igenis gyűjtsük be azokat a dicséreteket, amik aztán valljuk be, nagyon jól tudnak esni nekünk.